Csúbi Csöltész, szavaztok gyerek, küldve a csatornán, Keeper jelentkezik egy újabb 7 Days to Die része, képzeljétek el, hajnal 3 van. Felébredtem éjszaka, pörgettem egy kis TikTokot, aztán arra jutottam, hogy nem bírom ki, hogy ne játszok ezzel a játékkal. Hát tényleg, nagyon-nagyon rá vagyok függve, úgyhogy húzzunk bele, vissza kellene menni gyors az eladó helyre, össze kellene szednem a kajámat. 6. nap van, tehát 7. nap éjszaka mindenképp az lesz, hogy a Keeper... Na baj, nem bírom ki, hogy ne lutolgassak folyamatba. A Keepernek lesz egy csomó dolga. Mármint megint újra terveztem egy-két dolgot. A 7. nap éjszakáját, ezt valószínűleg úgy fogom túlélni, arra gondoltam, hogy ugye ebbe a katonai bázisba. Viszont nekem ez a katonai bázis nem tetszik letelepedés szempontjából, úgyhogy valami mással is kellene foglalkoznom. De most egyelőre menjünk gyorsan, jó? Aztán menjünk a traderhez, szedjük össze a cuccainkat, adjuk el a dolgokat, meg ilyen apróságokkal foglalkozunk. Hát nem bírom ki, hogy ne lutolják tényleg egyébként. Nem mondod, hogy már megint szomjas vagyok. Ez sajnos a ezelőtti rész óta nem került ki. Mert amikor felvettem az előtti részt, az még nem került ki, vagyis nem kommentek, még nem érkeztek rá, szóval nem tudom, hogy mit írtatok rá. De én nem tudom egyszerűen felfogni, hogy mi az a folyamatos szomjúság nálam. Vagy pedig a Jukka Juice ennyire nem keveset ad, igazából 20-at ad, de hát azért borzalmasan gyorsan izélünk, szomjazunk szerintem. Úgyhogy szerem a Jukkát agyba főbe. Épületeket kell kilutolni, ugye abból lenne sok dolgunk. Várjátok, viszok egy kávét is, hogy sztaminám kicsit regenerálódjon. Ezt picit gyorsabban tudjak mozogni. Ja, gyerekek, úgyhogy van egy csomó dolgunk. Jó, néha lutolgatok egyet. Megint túl vagyok terhelve persze. Úgyhogy lehet, hogy hülyeség itt elutolgatnom. Na mindegy, el kellene adni dolgokat. Ez mi volt? What? Nem, egy villant egyet a kép. Legalábbis nem tudom, hogy ez a felvételbe benne került-e, de villant egyet a kép. Na itt meg a városházban, úgy látom. Ja, ilyeneket, ezeket a nagy épületeket, azok valószínűleg nem fogjuk kilutolni. Egyelőre, mert valószínűleg ilyen tírsokos küldetések akarnak itt benne lenni. Ezt Keeper meg nem akarja kinyíratni magát instant. Jukkákat gyűjtögetek, felrakjuk főni a maradékot. Ugye, gyűjtöttem néhány lyukkát. Oda nézett, egy katonai zombi bazza. Így kida réter. Hát hogyan szarva? Ne öljem. Hát ha valami jó. De bírod. Nem bírod. De itt így, ilyen random helyen ilyen katonai zombi, az elég meglepő nekem, nem? Srácok. Figyeljetek, ezért kellene. Ja, nem az. Igen voltam. Azt hittem, hogy madár én lőttem le, de nem. Oda nézzetek, itt egy ilyen... egy chopper. Mennyire sokfajta jármű van, nem? Ebben a... embernek a bornak köszönhetően. Na! Jó, most már elcsüljük magunkat addig, 300 méter van vissza. Eladom a cuccokat, hogy legyen egy kis inventory helyem, de mai részben egyébként meg kellene próbálnom bejutni abba a bunkerbe, tudjátok, amelyik ugye le van a föld alatt. Legszívesebben azt rendezném be, nekem nem tudom miért, de az valahogy jobban tetszik. Tetszene, valószínűleg kicsi, ugye, mivel hát nem, olyan nagy nem lehet, gondolom nem egy ilyen nagy komplexum a föld alatt, hanem valami kisebb bunker lehet. Az nekem valahogy jobban bejönne, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni. Van fölötte egy ház, azt lehet, hogy kipucoljuk. Azt valahogy így ebbe gondolkodik a Keeper, hogy akkor az a föld alatti bunker lenne, meg esetleg később, hogyha neki tudok állni építkezni, akkor fölépít elég valami kis időt, valami kis kecolt. Gyerekek, melegünk van, ezzel is kell valamit csinálni. Ez a rohadt sivatag, ez megint betett nekem, de mindig sikerül sivatag, de legalább most egy ilyen városi környezetbe veretem. Azért mégsem az van, hogy kint vagyunk a pusztában, általában az szokott lenni, aztán úgy nem szokott annyira érdekes lenni. Hát annyira nem szokott unalmas lenni, viszont
Viszont itt sokkal érdekesebb, hogy egy ilyen városban vagyok. Viszont ilyen skorpiót nem láttam már egész egy rész óta, ugye? Ezt észrevettétek? Igen, és erre fogok még pakolni, hogy sok cuccot tudjak vinni, mert engem ez irritál, hogy nem tudok. Hiába tudok lootolni, meg hiába tudok mindenfélét így összeszedni, ha egyszer izén van, ha egyszer baj van azzal, hogy nem tudom cipelni őket, és ez engem tök idegesít. Megmondom őszintén, engem az idegesít. Igen, a skillem, hogy csomó cuccot tudok, elvileg ez így növekedik, bár ezt a skillt nem tudom, hogy ez hogy működik, várjál, gyorsan ránézek. Ugye skillek között kell lenni egy olyan, hogy ilyen olyannak, ami így cipekedek, de hát ez mit ad? Aha. Ez így nem ad semmit, hanem hogyha 20-at elérek, akkor a looting time-ot meg a helyet növeli, úgyhogy ennyit ad. Annyira nem. Hát nem rossz dolog, de nem olyan hatalmasan durva változásokat idéz elő bennem. Na! Meg egyébként küldetést is vállalhatnék, úgyhogy az is lehet, hogy meg lesz most. Viszont most adjuk el dolgokat. Nézzük meg, mi az, ami drága, és mi az, ami nekem nem kell. Ez a legdrágább dolgom? Hát ez érdekes. Most ez nem. Ezek ugye 100-at érnek. 750 lőszert ezt nem adjuk el. Ilyen pisztolyalkatrészt adjunk el szerintem. Ebből van 3. Fegyveralkatrész. Ez mi? Robotalkatrész, meg ilyenek. Hát gyerekek, egyelőre ez nekem nem kell. A műanyag az maradjon. Biciklikerék az menjen. Olaj menjen. Ez az ütőszerszám, mondjuk ez 41 sebb, ez power-et akra. Úgyhogy eddig ez a legjobban. Igazából nem érdemes sokat tartalom, hát akkor azt csinál, hogy a maradékot meg eladom, nem? Ez is szarabb nála, ez a húk, ez is szarabb nála, 35 sebb ez. Most egy kicsit tényleg így szelektálok, jó? Hogy legyen is pénzem. Meg igazából a közeket is érdemes eladni, mert Glowesem az van, már az lehet, hogy jobb. Jó, eladom ezt a Glowest. Ez mit ad? Ranger Dimist, ezt mindig elfelejtem benyomni, el is adom. Lőszer marad, Radiator megy. Ez a Shotgun-t ezt eladom, mert akkor már flashlightom van. Nem kell flashlight, mert igazából van a sisakomon. Ecset nem kell, ez nem kell. Ezt a 13 darab szart eladom. Majd ha kell, akkor lesz. Ez a pisztoly. Hát figyelj, ezt is eladom, mert igazából nem kell, akkor fölöslegesen ilyen acid, nem kell. Drú, menjen a levesbe. Majd az lesz egyébként, hogy eladok mindent, plusz utána meg baj lesz, mert nem lesz belőle semmi. Ezt a vicskát is eladom, mert nem kell. Mennyi pénzünk van? 1200. Egyébként annyira nem sok pénzt tudsz kihozni az eladásokból, az utolásból. Főleg, hogy a Bortel skill nem ilyen jó szar. Inkább amit érdemes szerintem, a küldetések ugye. A planket meghagyjuk, ezt meghagyjuk, most tényleg ilyen nagyon megpróbálok mindent jó eladni, úgyhogy bocs érte, hát figyelj, most még lőszert biztos nem fogok tudni gyártani. A Glowest, ez menjen, van Glowest, ez egyébként mit ad? Hát időre vagyok kíváncsi. Semmi olyan. Mármint ilyen hő ellenállás, hogy ilyesmi legóra jó. De én azt ilyet nem látok rajta. Csapok. Lőszer alkatrész. Megy. Ezt meghagyom a scrappet. Az is menjen. Tök tizéket. Mindent megpróbálok ilyen. Olmot meg mindent eladni. Spring. Mert ott kint zúg az eső. Gumi a töredék. Papír. Na, úgy nagyjából le, gyerekek, ezt meg nem tudod eladni. Jó. Nagyjából megvagyunk. Hát annyira nem is akarok egyébként semmi, nagyon nem is akarok semmit venni.
Na, figyelj, Quad. Hartford Reserve kerül, azt a betyárt. Jó, gyerekek, 8 óra 24, tök jó, gyerek az idő. Jó állapotban is vagyunk. Nagyon nem akarok mást eladni. El kellene mennem a campfire meg felvenni, akkor azt talán le tudom vinni. És be kéne mennem nekem. Megpróbáljuk ezt az evelőt. Most én nem találom el. Hogy ez... Ja, ez egy erősebb ellenfél volt, de nem találom el, de nem. Szerintem a Junkát az errel, de viszont most elmegyünk innen Campfire-t is visszük. Valahol itt kéne lennie, idő. Oké. Okay. Ezt is kiveszem. És akkor ezt meg fölveszük, jó? Lehet, hogy túl leszek terhelve, mindjárt meglátjuk. Oké, okay, izé kellene nekem egyébként, pickaxe-t kellene csinálnom. Csak az a baj, abból ugye ezt tudom csinálni. Ja, kellene hozzá a branch. Ezt meg ki kéne dobnom, mert ezzel csak bajom lesz. Mert megeszem véletlenül, akkor instant halál, azt hiszem. Így véletlenül rányom, azt ugye júzolod, akkor azt megeszem. Na, kéne néha egy branch. Ugye? Megyünk, megpróbáljuk. Hát nem tudom, hogy fel tudom-e törni, hogy bármit tudok-e csinálni annak a bunkernek. Ugye az ajtajával vannak problémáim. Mi a küldetést, azt lehet megfelvenni most egyelőre? Nem. Hol volt a izé? Itt a bunker. Jó, megnézzük a bunkert, gyerekek. Megpróbálunk betörni oda. Jó, jó messze van, 1,2 km. Futunk, mint az őrültek, aztán valami lesz, közben lyukkát gyűjtögetem. Meg lehet, hogy a branch-et is ütöget el azért, hogy tudjak csinálni nyilvesszők meg ilyeneket majd. A nyugka meg branch az, ami kellene nekem, leginkább. Nem megyünk erre, gyerekek. Valahol kell élnem. Jó, ezeket hagyagolom, teljesen fölösleges leütöm őket. Jó. 9 óra 24. Megpróbálunk betölni. A hatodik napban holnap lesz csak horda. A hordát viszont valószínűleg izébe fogom túlélni. A katonai bázisom, amit már egyszer kipucoltam. És azért gondoltam a katonai bázist, mert hogyha azt lerongálják, ugye az első horda napon, akkor az le van szarva. Nem veszítek vele semmit, de nem akarom, hogy a jövőmet lerongálják az én épületemet, érted? Ebből nincsen semmi. Mi az a sok mukucsot, figyeled? Ilyen mini horda, mi? Néha így berak ilyen mini horda. Megyünk tovább, mi leszarjuk. Egyébként ez a sörétes, ez szerint... Na, nem, meg sem néztem egyébként, hogy melyik jobb, melyik sörétes. Ezt lehet, hogy a másik az nagyobb, vagy sem, de bár gondolom nem. Nem, ez a jobb. A sivatagban egyébként a lyukka az jó. Viszont ja, most van murky water-em is, úgyhogy valamit majd tudunk kokozni azért. Meg alójét is tudnám szedni, tudom egyébként, hogy... hülye vagyok, hogy nem szedem, mondhatjuk. Egyébként egy ilyennek a tetején is tökével lehet lenni, amikor ez mi? Ez ilyen fúdos tűz. Jó. Jó, nem baj, hogy megyünk jobbra-balra, mert földerítjük a dolgokat. És Scorpiont elmondom neked, nincs kikapcsoló semmi. Ugyanúgy játszom, ugyanazon a beállítása, nem értem, hogy miért nincs Scorpio. Nem vágom, hogy miért nincs Scorpio. Ez meg zárva volt az a rendőrautó. Egyébként ezt nem tudom miért veszem fel. Tudom, hogy jó egy-két dologra, de egyelőre mondjuk nem nagyon használom.
A megállásnak van valami negatív következménye egyébként? Mármint a pozitív van, mert ugye lehűlünk. Csak azt nem tudom, hogy negatív van-e. Nem tudom, skorpiók azok hova a szarba tűntek. Na, bunker kellene. Gyerekek, ez a város az egyébként hatalmas. Hatalmas. Még mindig nem haltunk meg. Gondolkoztam, hogy csináljunk el egy olyat. Bazzer, nem tudom futni. Csináljunk el egy olyat, hogy hardcore sorozat, tehát ilyen, ha meghalok, akkor meg leszek halva. Tehát akkor nem kezdem újra, de ezért félnék elbukni. Fölösleges lenne szerintem elbukni. Hát most lehet, hogy verni fogjuk itt a dolgokat. Jó sokáig azt fogjátok nézni. Mármint ezt az ajtót valahogy be kellene jutnom oda. Hát ugye felderíteni is kellene már majd, de lehet, hogy azt meg kellene várni, hogy legyen, legyen járművem, nem? Na, ott egy skorpió, úgyhogy nem vesztek el. Ott a távolban. Kicsit olyan, ez egy GTA-s feelingje van ennek az engine-nek, hogy GTA-ban volt az, hogy főleg a 3-ban, meg a Vice City-ben, hogy kezelt ilyen, csak azt nagyon nem vette észre, hogy kezelt ilyen 10 autót maximum, vagy még talán kevesebbet egyszerre. Volt vagy 50 fajta, de egyszerre ilyen nagyon keveset adott be. És emiatt, ha kiszúrtad, akkor tök idegesítő volt, mert rájöttél, hogy ilyen, tényleg ilyen 5 autóval dolgozik az engine, és így néha lecseréli őket. Most, hogyha kaptam volna egy ilyen ellenmérget, megőrültem volna. Ó, vasvillé! Nem olyan nagyot sem, de majd eladjuk, hogy valami. Jaj, de jó, kisütött a nap. Egyébként tök nyomasztónak, abban az megint túl vagyunk terhelve, hogy rohadjon meg. Na, akkor megpróbáljuk. Egyébként szerintem ott van a kajagyár. Ott epic lootok voltak, emlékeztek? Meg egyébként durva üzeik vannak. Megint túl vagyunk erre, mert van rettentő idegesítő tud lenni. Egyébként ebben a városban szerintem így mindent meg tudok találni. Egyelőre. Ott is van valami érdekes, vagy hol van a időm? Itt van 70 méterre. Érdekes, pont egy kajáról vagyok. Mert ez figyelj, kellene nekem az a idő, ez a táska, azért megnézni, mi van benne. Megpróbáljuk fejbe találni. Jó, sebezez. Sebezez, gyerekek. Igen, tudom, minden szar fölveszek, azt utána meg réjjök, hogy nem tudok videjönni. Nem tudok közlekedni, mi? Na, itt van a hírő. Itt van a... Ez még mi a szar? Ez nem egy ilyen... Gyerekek, itt nagyon jó helyek vannak. Azt akartam mondani, hogy az meg nem egy ilyen lőtér. Az biztos, hogy a kajagyár, arra emlékszem. Hát ott is van valami... Annyi cucc van, meg annyi jó hely van itt ezen a mapon. Ugye ez egy ilyen nem random generált map, nem is a gyári, hanem egy ilyen, hogy a francba mondjam, tudod milyen, ilyen pregenerált, vagyis nem pregenerált, mert az is ilyen előregenerált, csak mentett. Hogy a francba mondja el a képről, értelmesen. Tehát valaki megcsinálta, azt akartam kinyögni ebből. Ó, oh, tehát fiú, hogyan el? Nem halt meg. És már erről meghalt. Igen, ezt nem fogom tudni kinyitni, azzal leszek bajok. De valaki üti. Igen, ez 50-es lockpickingen lehetne kinyitni, bocsánat, kehegek itt. Ez baj. Astrobol a lockpicking. Igen, ez emelne rajt. 50-es. Csak sajnos nincs rá pontom. Úgyhogy neki kell állnunk, aztán szétverni mind a szart. Kell egy ilyet csinálnom. Hát gyerekek, ez bocsász, de ez lehet, hogy ez ilyen lesz.
Ne kraftolunk egyet, az valami lesz. Az a baj, kötél is kell, és a kötélhez meg elég sok dolog kell. Na gyerekek, viszont ez muszáj lesz, mert hát valahogy jó lenne bejutni. Ez meddig fog tartani, hogy nagyon sokáig tart vajon? Amúgy annyira nem. Jó, van itt ketten ütjük, mi? Úgy azon a gyalog, hogy lehet, hogy ezt a betont kellene mellette? Aha. Figyelj, inkább lehet, hogy a betont kéne mellette, nem? Hát bízunk benne, hogy nem dupla. Jó, ebből még jön olyan small stone is. Egyes gomb! Jó fasz! Hölcsém! Facsiga, mi volt ez? Húre megettem, gyerekek! Összefostam magam keményen. Várjál! Kettes tüzéljük! Ne paráljuk meg! Húre befostam! Jó, meg egy sávó is üthetné inkább a falat, azt akkor... Talán könnyebben bejutok. Jó, nekem is kell egy ajtót szereznem mindenképp, vagy valamit, ugye? Be kell falaznom, de azért... Oh, rámugrott a kecseim. Mennyi idő van? 12:35. Jó van, simán jó vagyunk. Hatos szinten vagyunk. Jó vagyunk, terhelve. Bazze! Még jó, hogy nem tudtak így egyből megtámadni. Jöttek le a létrán, akkor elég jó. Így beleestek ebbe a csapdába is, aztán attól is meghalt szerintem egy. Hát remélem, hogy ez nem lesz még egy betonfal, akkor nagyon beszívunk. Viszont hogyha itt be tudok lövöldözni, az jó, mert lehet, hogy itt vannak több zombi. És akkor így ki tudnám pucolni. Ugye az legelső zombi hordát nem itt fogjuk túlélni, hanem bemegyünk a bunkerbe, azt valahogy elbújunk a B-jén. Úgyhogy, de viszont itt meg ki tudok elakítani egy bázis, hogy kraftolós részek, meg minden. Meg fölül is akkor megcsináljuk esetleg egy tornyot, vagy valamit. Itt, valahogy itt kellene túlélnem. Már ugye beszéltem, hogy nem föld alá akarom befúrni magam, de hát ez mégsem ugyanaz. Meg mindenképp felső, ilyen tornyos, ilyen felső képződmény fogok. Csak ugye legyen egy ilyen, most van egy pince rész, az szerintem nem olyan nagy baj. Na gyerekek, kajánk az van ám doszta. Na, nyomtam egy tabot, már megint ideje van. Egyébként ezt nem tudom miért csinálja, hogy ilyen nagyon nagy megakadásokat csinál. Oda nézve, homokkora minden hangszer játszik, és figyeld meg, hogy megint azt csinálta, hogy átállítja a grafikát. Miért állítja át a grafikát? Mondjátok meg, izére, 4K-ra. Ha? Ez egy őrület, hogy ezt csinálja állandóan. Ugye, teljesen fölösleges 4K-ba felvennem, mert... De belelépsz az inventory-ba és átállítja a grafikát 4K-ra. Csinál egy ilyet, ez tök cuki. Na, mindjárt kiderül, ugrik a majom a vízbe. Ó, de jó! Na, ennek örülök. Ennek boldogok vagyunk. Gyere ide, haver! Itt vagyok el. Jó, mindegy. Viszont ezt föl kellene javítanom, szerintem. Tudom javítani? Nem tudom javítani. Kell hozzá metariál. Mi kell a javításhoz? Primitív javító készlet. Jó, akkor majd kraftolunk egy másikat. Ez egyébként milyen alapotban van? Hát, azt még ütheti egy darabig. Még jó, hogy nem azt csináltam, hogy azt próbáltam teljesen. Na várjál, viszont együnk egyet, de ne váltogassa nekem át a grafikát, mert megőrülök. Ez egyébként ez egy egész jó kajá. Megint etört a lábamad, vagy mit csinált. Komolyan mondom.
Fussok már ide be egyszer. Megint eltölt a lábomat a csávó. Jó, bekötöztem, nincs gond. De meg kell craftolni majd még egyet. Ja, itt akkor meg tudom, le tudom rakni a crafting table-öket, tudok csinálni blokkot, tudok csinálni mindent, át tudom nézni, mi kell, mi ez, mi kell. Úgyhogy ezért lenne jó, hogy ezt meg tudnám csinálni. Csávót majd mindjárt fejvelőm, nem kell aggódni. Az ajtót meg majd valamikor egyszer valahogy kibuzerálom a helyéről. Na. Ide jönne inkább, itt ezt ütnéd, te szerencsétlen hülye. Ne az ajtót. Ugye, hogyha a lockpickingen fölmegy majd 50 fölé, akkor ki tudom nyitni, szóval inkább lehet, hogy meg kell javítanom majd. Veszünk hozzá alapanyagot, meg hogy ki tudjam nyitni, a lockpickingre rakunk. Ugye egy ponttal már meg lenne annyi, hogy rá tudod próbálni. Ami jó. Ugye a fém baltám az izéhez való, az fához való. Nem kell javítani az itemet, hát nem javítjuk meg, hanem leszkrepeljük, és készítünk egy újat. Lerakja ugyanoda? De jó lenne. Lerakja, megjegyzi, jaj de jó. Jó, mindjárt jobb begyógyul a térdem. Egyébként jó vagyunk, szerintem jó vagyunk, oké, hogy hatodik nap egy kicsit azért nehezen indult meg a dolog. Na az megjött a csávó, végre. Végre rájött. Végre rájött, hogy ide kellene ballagnia. Egész végig az ajtót. Jó, megtörtént az esemény. Csávó eldobta a kanalat. Egyébként ez nincs valami mélyen ez a bunker, szóval a tetejét, hogyha tetejére mindenképp rá kell építenem egy felső szintet, falakkal, meg csapdákkal, meg minden, mert nagyon könnyen leáshatják magukat hordakor. Ugye ez tényleg nincs, ez ugye vágjátok, hogy ez mit tudom én, ilyen három méter mélyen van. Szóval ez nem biztonságos. Na végre be tudok jutni, azt akkor itt kiírtunk mindenkit hamar. Na, ott is van a csávó. Ó, itt vannak sokan, úgy látom. Nagyon sokan. Hú, a faszoda. Gyerekek, no problémó. Kicsit idejelő. Ne má! Menj már, fölbazza ez a szaros létrát, te szerencsétlen hülye! Fasz. Nem hiszem, hogy nem találom el fejre őket. A francokat rázzák a fejüket, mint az őrültek, bazzik. És még jönnek le, bazzik. Még gyere le. Halál. Halálos az a hely. Na mi van? Megint eltöltöm a lábamat? Meg vagyok fertőződve, de jó vagyunk. Van mézem a világ. Gondoltam lesznek itt, de... hogy ennyien? Most elkussadtak. Van mézem elvileg, ugye? Hú, az a gyerekek, elvileg a méz az gyógyítja ezt a dolgot. Nem gyógyítja? Akkor mi a fasz? Jaj, csúnyát mondom, tudom. Mit gyógyít a méz? Én úgy emlékeztem, hogy gyógyítja, vagy ez most ilyenkor gyógyul?
Na, szerintem gyógyul. Jó, oké. Na nézzük, hogy van-e még valaki. Azt... Nem vagyok boldog, itt nagyon sok a zombi. Ó, csáó. Csáó, kipázzon. Nem van, inkább üssük. Jó, biztos lesz jó út is, csak az a baj, be van zárva minden ember a fülébe. Álljál. Direkt nyitom ki. Ne az legyen, hogy ezek szétvernek mindent is. Hú, tudok kimenni be azok. Ó, hát a fiú, mi a szar van itt? Már mennyi zombi van? Gyerekek, nagyon sok itt a zombi. Jó. Nem baj, van legalább izé, kapunk skillpontot. Majd utána kilútolom, végig akarom nézni, mert meg mindig megy az hülye zene. Jó. Körülnézünk, jó? Gyerekek, körülnézünk. Egyébként ez nekem tetszik ez a hely. Hálószoba, figyeljetek, itt ezt tök jobban tudod rendezni. Csajszik. Rohadt anyjába fut. Van egy futónk. Azt kéne a sörétet elpazarolni rá. Térjünk már meg a haverodat, apám! Elraknám a fegyvert, biztos megkerülni instant, hallod? Veszem bazzem. Hallod, itt kemény dolgok vannak itt, nem? Jó. Evező lopáttal tudja a dolgát. Szomjasak vagyunk, Jó, itt tudok tábort, ugye itt el tudok kezdeni való craftolni, mert valami legyen már velünk, mert nagyon nem haladunk így. Megnézzük mindent ki. Ó, figyelj, meg ide is van, gyógyszer. Jó, és akkor innen kezdünk mi. Ezeket ki kellene lootolgatni azért, és már megint túl vagyunk erre velem kicsit. Festék, ez a festéket ezt nagyon, nagyon szeretném, hogy mi felhasználjuk. Ez egyébként elég nagy az a szekrény. Csak az a baj, hogy ilyen tök random van, hogy valahol van, valahol nincs. Ki van nyitva, akkor abban nem pakolhatsz. Ezért szeretek én létrehozni a storage-eket. Ugye összeszedjük a dolgokat, azt nekiállunk itt craftolgatni szerintem. Azt a középső vasat, azt ki kell verni onnan, azt, majd, és akkor így rálátnék erre a teremre, nem? Jó, hát itt úgy látom, hogy üzletszerű kéjelgés lesz. Meg fogunk adni mindent is. Ja, végignézem itt is, ott is főzőedény. De jó, mert most már fogok csinálni. Fogok készíteni ugye ide egy tábortüzet. Meg mindent is. És akkor itt már jóval leszünk. Ugye ez a konyha nekem tök megfelel, nem? Arra kellene rámenni, hogy tudjak blokkpikelni ilyen jobb ajtókat. Jó, srácok, ez így lesz. Ez a baj, nem tudod kinyitni. És most akkor megint verjem ki a falat. Jó, ide ezt is kivertem, ugye, hogy bejussak. De most más nagyon nem csinál. Ó, itt ez mi? Ezek megint a csodalútok, gyerekek. Ott van egy könyves sorok.
Figyelj, ajtót ki tudnám nyitni a főbejáratot is, például. Na, azzal is tök jó ki lennék egyezve. Szegek az egyébként minden el is kell. Meg egyébként ezeket a könyveket, ezeket tök adja. Vanillába szerintem nem adta ilyen sűrűen a skill bookokat. Hát tudod, itt is. Baseball ütő. Pitbull kutyák. Jó. Na figyeljetek, akkor valahogy itt ezt meg kéne oldani, nem? Hogy akkor hogy legyen a berendezésük. Én azt mondom, a konyhába a konyha legyen. Ez már így evidens, nem? Lehetne egy raktárunk. Meg lehetne egy ilyen pánik szobánk, hogyha már nagyon nagy szar van, akkor erre be tudják menekülni. Egyelőre így valahogy, hát értelmesen kell összerakni. Ezt mennyire nehéz szétverni? Annyira nem. Akkor ezt itt majd lebontanám, és akkor lenne egy ilyen központi rész. Ezt el tudom tüntetni? Majd de jó. Ne legyen itt. Ez a vas hulladék, ez miért van itt? Jó, jó. Akkor srácok, akkor konyha az konyha, jó? És akkor valahogy olyan helyre kell, ahova tudok pakolni. Látjátok, és ez tök szar, mert ide nem tudsz pakolni. Ide tudok pakolni. Ezeket a székeket, ezeket... El kellett tüntetnem, csak felfoglalják. Na, gyorsabban. Próbáljuk. Jobb gombbal is ugye lehet. Ilyen nagyobb a tűt ide is, csak... Lehet, hogy akkor meg lassabb, úgyhogy nem biztos, hogy megéri. Ezt az egy asztalt eltüntetem. Az lenne jó pánik szobának az a helyiség, srácok. Csak ugye akkor meg kéne, rá kéne gyúrnom arra, hogy menjem följebb egyel a izem. A skillem. Ugye, hogy ki tudjam nyitni azt az ajtót. Hát próbáljuk, bocsánat gyerekek, de ez egy érvényelős. Ó, nagyon jó. Azt a két széket kicsapjuk. Ez a, az az asztal maradhat. Oké. Okay. Mondjuk akkor legyen a tábortűz. Figyelj, legyen a tábortűz itt fölötte. Úgy, mint ahogy a valóságban is lenne. Ez itt tök megfelel. Berakjuk a rácsot, meg berakjuk ezt. Van három darab belőle, lol. Rakjuk sorrendbe. Volt nekem szelem. Azt szerintem nem adtam el. Csak nem egyszerű itt megtalálni. Itt a szél. Jó, az 18 percig elég. Amit tudok csinálni, csináljunk vizet. Oké. Okay. Csináljunk yucca juice-t. 35-öt. Csináljunk ilyet. Abból egyet tudok. Vaja, egyelőre alapanyagom nincsen, mert most ezt eléggé eltékozoltam. Oké, gyerekek. És akkor valahogy meg kellene oldani, ugye... Mondjuk akkor ide rakom a kajákat, jó? Ez legyen valahogy. Na nézzük végig. Kaja. Most így a... Így minden is egybe lesz, jó? Kaja. Ez nem köröbb kaja nincs, ugye? De nem kaják. Oké. Okay. Ott van a kaja. Akkor kellene nekem egy olyan... A hűtőbe lesz a pia, oké? Okay? És akkor azt így tudom akkor kontrollálni. Hogy a hűtőbe a pia. Mondjuk ez is pia. Meg ugye ami még földögél, jó? Akkor ez is szerintem jó. Kaja ott. Pia itt. A gyógyszer legyen, amit nem használok, a ebbe. Oké? Okay? Vagy ne, legyen a csapba.
Ugye olyan, mintha ott szoktak így a, mit tudom, ilyen mosogatószereket, meg ilyeneket tárolni. Most a gyógyszerek lesznek ott. Egyelőre rakjuk minden olyat, amit nem használok, azt majd utána akkor kiválogatjuk. Oké. Szerintem több nincs is. Nagyon jó. Az a hálózsák, a bedrollt nem is használom, milyen hülye vagyok, hallod, ilyen random helyen élednék. Tök elfelelkeztem róla. Egyelőre a bedroll... Az legyen valami belső fejségbe, ahol be tudom tenni az ajtót, és be is teszem. Mondjuk legyen itt. Valaki jön. Az a baj egyébként, ugye? Így mivel ez nincs elég mélyen, így elég könnyen észrevesznek. És ez éjszaka nem lesz a legjobb. Ó, ez ki kéne fákjázni, gyerekek. Ez elég csúfos úr. Jó, közlekedjünk egyelőre lapos kuszásba. Na, campfire, jó van, lesz vízünk, lesz mindenünk. Figyeljetek, legyen egy olyan... milyen, nem tudom, alapanyagok. Az meg, ez lejött. Lejöttek. Ez a baj. Ez a baj. Hogy ugye kibejárkálhatnak a dolgozók. Úgyhogy minél hamarabb kraftolnom kell. Oké, na... Skacok. Figyelj, ez a középső, ez lesz egy ilyen aréna, küzdőtér. Úgyis itt lesz mindig a balhé. És akkor... Legyen egy olyan, hogy a... Azt meg ezek állandóan jönnek. Megint jött egy hallod. Az a baj, de leszédülnek mindig. Jó, most kinyírom őket, nem gond, de... De kellemetlen, hogyha folyamatosan jönni fognak. Ó, de oda vártam az ajtó félfára. Ugye, hogyha esetleg lopakodnénk, akkor az jó lenne, mert akkor nem vesznek észre föl. Az a baj, rengeteg a zombi. Na! Abba gondolkodtam, hogy valahogy itt lenne jó a kraftolási dolgok, nem? Mondjuk itt sorba. Lehetne mondjuk egyik a kraftasztal, másik kraftasztal, harmadik kraftasztal, nem? Valami ilyesmi. Ugye ezt egyébként beteszem, akkor itt... Mondjuk itt úgy jönnek be, ahogy akarnak, nem? Jó, oké. Kellene csinálni a dolgokat. Ezeket ki kéne szednem, és akkor lenne mondjuk... Igen, egyelőre... Kellene csinálnom storage... Nem, craft asztalokat kellene csinálnom. Azt kellene sorba. Ugye? A következő éjszakát viszont tüzébe kell töltenem. Katonai bázisba. Ki van pucolva, úgyhogy nem lesz elég van. Be szépen bezárkózunk. Jöhetnek a zombik agyba főve, talán túléljük. Bemegyünk majd a toronyba, aztán ott el leszünk. Ja, ez nincs elég mélyen. Ezt fölé kell építenem egy bázist. Ez egy ilyen kiinduló pontnak. Jó lesz, de fölé kell építeni egy bázist. Az a lényeg. Jó, legalább lesz ide a scrap iron-om. És akkor ezekben a beugrókba megcsinálom a különböző craft asztalokat, meg a hozzátartozó ládákat. Ez a terv, oké? Okay? Nem olyan bonyolult a letelepedés, ha találsz egy helyet. Ugye ebbe a verzióban nagyon a craftolás az sokkal bonyolultabb, és emiatt azért annyira nem egyszerű dolog. Közben meg jön az XP is, úgyhogy ez tök jó. Ugye felvettem azt a szemüveget, amelyik ilyen XP-t ad. Ez is egy hasznos dolog. Sorba meg kell csinálni, és ugye fel kell upgrade-elni ráadásul a craft asztalokat, mert akkor tudsz több dolgot, tehát alapban megcsinálod, és akkor úgy tudsz többet, hogyha fel-upgrade-eled. Ez itt le fog esni az alsó vajon? Mert a föl se fogja. Hát éjszaka meg sunyulunk, aztán az lesz.
Bazza, valaki most írt. Hallod? Messengeren, hajnali 4-kor. Ki az a hülye? És még egy. Körülbelül a hajnali 4 van egyébként, kellene olyan fél 6 körül, de nem bírtam ki, hogy ne játszok ezzel a játékkal. Rohadtul élvezetes tud lenni. Ez a tipikus olyan játék egyébként, aminek annyira nincs nézettsége, de azért játszom vele, mert rohadtul tudom élvezni. Jó, még azt is kiverem. Bocs, látszok, csak ne, mindenképpen kell ez a... Tönkre ment, jó, ne, várja. Már megint tabot nyomtam, már megint állítja a grafikát, figyeld. Biztos vagyok benne, már megint, hát nem állította, hát mert akkor érzem a logot. Ezt izérni kéne. Scrapelni, és akkor létrehozom még egyet. Nem tudok már csinálni, hiányzik valami rohadt kötél. Jaj, a craft asztalt sem fogom tudni, megcsinálni lehet. Kötelet hogy tudok csinálni? Rope-ot azt hogy tudok csinálni? Rope. Rezin, el tudok csinálni kötelet. Jó. Csináljunk kötelet. 31 másodpercig csinálja, hogy a szemed álljon meg. Na izé, az mi kell ilyen crafting table-höz? Azt mondja, hogy hol a francba van ez egyáltalán az. Storage. Itt van. Carpenter table. Resin kell hozzá fa is, úgyhogy júj. Úgyhogy azt hozzá nem fogok tudni csinálni most. Aure utálom egyébként, úgy utálom ezt, hogy nem tud csinálni. Storage-eket meg... Azt viszont tudok majd egyet csinálni. Jó van, azt tudok. Viszont akkor tudok csinálni hogy mondjam, mit akartam csinálni? Felszerelést, ilyen pickaxe-et. 21 óra 31 van egyébként. Mária? Ja, itt azért valami világítás ki kell eszközölnem. Meg ezt megnézem, ez nem végzett, mert akkor ne pazarja itt a... Nem még mindig csinálja. Ú, de figyelj, mennyi, annyi vizem lesz, meg lyukka csúszom, meg minden. A kaját azt most nem csináltam, meg nem is kell. Hát szerintem egyébként nem haladunk olyan rosszul. Ezt megküldöm, és akkor itt lesz az egyik fajta table, és akkor sorba minden egyé. Itt azért nem nagyon fogják bántani a zombik sem. Ez. Hamar lejön, mert jó van. Nem bírom ki, hogy itten fönn van. Végre ki tudom pakolni a cuccaimat, meg nem is igazán akarok eladni ám mindent, csak sokszor ugye azért adtam el, mert hogy legyen helyem. Nagyszerű, viszont ezt beteszem, mert idegesít. 21-51, jó, mostantól googolunk. Ja, ezért olyan table-t kell majd csinálnom. Jó, mert azért valamilyen szinten van itt világítás, úgyhogy nem korom sötétbe kell várakatnom. Jó, hát legelőször olyan mizét kell csinálni. Torcsot nem tudok csinálni? Az is. Ez a rezin, ez rohadtul kell. És ezt nem tudsz csinálni rezint, hanem ezt csak gyűjtheted. Jó, oké. Jó, hogy itt gyógyszerecskék vannak. Hát igen, igen. Azért van itt még dolog. Teljesen jó egyébként védhető ez a hely. Hogyha fölé fogok építkezni. Mert az a gond, hogy ez fölülről... Ez nem is tudom mi, de beton jó. Fölülről lazán le tudnak ásni, hogyha lesz valami helyzet. Úgyhogy ez fölé, az egész fölé, majd meg kell nézni, hogy az mekkora helyet foglal itt a föld alatt. Ugye? És miért lett ilyen rossz sötét? He! Te eddig világított ez a lámpa. Esküszöm! Ja nem, a másik lámpa világított. Jó. E fölé kell építkeznem.
Kicsit rendet rakok addig. Nekem ez sokkal jobban tetszik, mint a katonai bázis. A katonai bázis túl nagy. Too much. Első iszokát ott túléljük, hogy ne ezt verjék szét. Ez kész. Ugye a lopfakatásban vagyunk, akkor nem észlelnek a zombik, amik fönn vannak. Szóval nincs kedvük akkor lejönni. De mi az, amikor majd horda lesz, akkor le se szarják, hogy téged nem észlelnek, vagy észlelnek. Sajnos ugye azzal van baj. Ez az ágyakat, meg ezeket is szét kell majd vernem, nem kellene ide. Itt is lehet ugye valamit, nem tudom, raktárad, vagy valamit kialakítani. A WC-ből is valamit ki tudok alakítani. Na, nézzét akartam megnézni a mapon. Igen, ez így van ez a bunker. Egy ilyen elég nagy alapterülete van. Az egész fölé ugye mindenképp kell építenem majd valamit. Na várjál, itt van ide. Murky water. Vajon, hatodik nap, gyerekek. Nem ma kellett volna jönni az airdropnak? Nem, holnap kell jönni az airdropnak, úgyhogy arra viszont rohadtul figyeljünk. Holnap lesz airdrop. Na, srácok, szerintem elbúcsúzom. Itt az éjszakát itt kihúzom. Hát nem fogok most itt nekiállni, mászkálni éjszaka. Alakítjuk ezt a base-t. Én azt gondolom, hogy ez lesz nekünk a tökéletes. Ugye az egy beton viszonylag kicsi bunker. Ez szerintem jó lesz. Holnap nagyon nem kell rákészülnöm a hordára, mert szerintem a katonai bázis kibírja. Hanem inkább azt csinálom, hogy ezt fogom upgrade-elgetni ezt a helyet, és akkor éjszaka előtt meg átmegyünk oda, és akkor ott meg kihúzzuk. Jó, szerintem ez így lesz a frankó. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!